Lezárult az olimpiai kvalifikációs időszak atlétikában is. Miklós Andrea kolozsvári atléta is megszerezte az indulás jogát Tokióba. Öröme azonban nem felhőtlen, ugyanis az elmúlt időszakban egy sérülés miatt nem edzhetett megfelelő módon. Nagy álma vált valóra Miklós Andreának, Kolozsvár egyik legtehetségesebb sportolójának, hiszen másodjára is bekerült a román olimpiai csapat küldöttségébe. Az öröme azonban nem felhőtlen, hiszen egy sérülés miatt nem csak a nyári versenyeit kellett lemondania, hanem 3 hétig egyáltalán nem is edzhetett. Most jó alapos bemelegítővel lassabb tempóban kezdi az edzéseket. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon nehezemre esett ez a periódus, mivel ebben a szezonban egyáltalán nem tudtam versenyezni egy probléma miatt, sérülés miatt, pár hónapokon keresztül is ezen mentem keresztül, és nagyon nehezemre volt, viszont nagyon örventem akkor, amikor megtudtam, hogy az olimpiára fogok menni. A kialakult nehéz helyzet ellenére is igyekszik pozitív maradni. A téli szezonban figyelemre méltó teljesítményt nyújtott. Februárban 51,92 másodperces egyéni csúccsal megnyerte a Balkán bajnokságot, és 6. helyen végzett az Európa bajnokságon a 400 méteres versenyszámban. A csúcsformát mostanra időzítette volna. Én nem merem remélni, hogy ezek után a pihenő periódusok és kezelések után tud annyira helytállni az olimpián, hogy egy megfelelő időt szaladjon. Hát csak egy futamba gondolkozunk, mert sajnos ebbe az évben ennyi lehet. 3 év múlva már más lesz, 3 év múlva jön a következő olimpia, és szerintem ott már egy középdöntőt 100%-osan le tudsz szaladni. Andreát lelkileg is megviselte az elmúlt időszak, ennek ellenére arra fókuszál, hogy minél jobb teljesítmény nyújtson. Hetente 6-szor edz, még enyhébb tempóban, csak a következő időszakban kezdi el az egyre intenzívebb edzéseket. Úgy érzi, Tokióban minden rendben lesz. Miklós Andrea 5 éve Rióban is részt vett az olimpián, akkor még csak a 4x400-as váltó tagjaként.